Az iskolakezdés, az első napok, hetek mindig izgalmas időszak minden diáknak. A kiselsősök számára a legnagyobb lépés, hiszen az óvodai közegből kell egy teljesen új rendszerre átállniuk. A beilleszkedést megkönnyítheti, ha már a kezdetekkor van kihez kötődni az iskolából a kisdiáknak, mondta dr. Szabó Balogvirág. Jó, hogyha meg lehet esetleg reggelente azt szervezni, hogy valamelyik kis barátnővel, baráttal együtt már a suli kapuban, ajtóban, és akkor onnantól együtt kézen fogva lehessen bemenni az iskolába, főleg akkor, hogyha nagyisten szigorítások jönnek, és a szülők esetleg nem tudják majd bekísérni a gyerekeket már a tanteremig. Fontos beszélni tehát a járvány miatti esetleges újabb lezárásokról is. Nem szőnyeg alá söpörve a témát, de nem is túl stresszelve a gyerekeket, mondta a pszichológus. Azt kell a diákokban erősíteni, hogy a jövő miatti szorongás helyett inkább éljék meg a ma apró csodáit, az élményeket. A legkisebb diákoknál az óvoda és az iskola közötti átmenetet megkönnyítheti, ha a gyerekek minden nap tudnak játszani egy kicsit az iskola után. Totál kulcs tényező az, hogy a szülő hogy szűri ezt az elvárásrendszer, és legyünk lazák, és azért a gyerekem még gyerek című fejezetet. Tehát az például nagyon fontos, hogy akár napközis a gyerek, akár hazamegy ebéd után, szerencsés, hogyha nem azzal kezdi a szülő, hogy átnézzük, írd meg a házit, ellenőrizzük, legyakorolj még egy picit, és ezt azt gondolom, hogy novemberben meg márciusban is ugyanígy lesz, tehát adjunk ott a gyerekeknek legalább egy órát, amikor ha akar, pihenhet, ha akar, játszhat. Az iskolakezdés a középiskolásoknál sem könnyű. A 9-esek is egy totál új közegben, új követelményrendszerrel szembesülnek. Adjanak maguknak időt, valószínűleg tartom, hogy nem az első 3 hét teljesítménye alapján fog az eldőlni, hogy miből hanyasok lesznek, és hogy hova veszik majd őket föl, mit tudnak kezdeni magukkal az életben. Idő az, mire megérkezünk minden új helyzetbe. Azt gondolom, hogy nagy jelentősége van annak, hogy megtalálják, hogyha eddig még általánosban nem, hogy mi az, ami kikapcsolja őket. Szerencsés szintén legalább egy sportot választani, ez picikre is igaz, és nagyokra is, egyszerűen oldja a feszültséget. A diákok beilleszkedésének segítésében az osztályfőnököknek kulcs szerepük van, és persze a szülők is sokat tehetnek azzal, ha kérdezik és meghallgatják a gyerekek iskolában szerzett élményeit.